Vodai Ágnes lehet, hogy nem lepi meg. Engem egy kicsit igen, hogy a Fidesz frakciót ma tájékoztatja Orbán Viktor arról, amit mindenki tud már a kormányváltozásról. Hogy van ez? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát, amit eddig is látunk, hogy Orbán Viktor az, aki minden kérdésben dönt, és akkor a Fidesz frakció pedig elbábozza ezt akkor mi konzultálunk a miniszterelnökkel. Az mondjuk engem kevésbé zavar, hogy egyébként a Fidesz frakcióval csinálja ezt a miniszterelnök, a sokkal jobban zavar, hogy az országgal csinálja ezt. Ezt Horváth Csaba is elmondta az előbb, hát a miniszterelnöknek az a dolga, hogy kormányt alakítson, aztán kormányt módosítson, hogyha úgy akar, és a névsor az övé. Persze, tehát ez a miniszterelnök, mindenkori miniszterelnöknek a joga. A bábozást azt nem a kormány átalakításra gondoltam, hanem egyébként az egész kormányzását. Tehát emlékszünk a konzultációra, vagy szociális konzultáció, hogy akkor milyen legyen. Az egy ilyen bábjáték volt, abból is a rosszabb fajta, azt kell mondjam. Tehát mi úgy látjuk egyébként itt a kormány átalakítás kapcsán, hogy ez így menthetetlen. Tehát a rendszer velejéig romlott. Most lehet tologatni a sakbábukat a táblán, attól ez az elmúlt két év, mert ugye nagyjából most vagyunk a felénél az Orbán kormányzásnak, hát ez egyszerűen tragédia. Balogh Zoltán kinevezésével kapcsolatban a DK-nak van valami megfogalmazott álláspontja? De még egyszer, nem oszt, nem szoroz. Vagy nem személyre szabják a véleményüket. Ez, ahogy elmondtuk, nem oszt, nem szoroz e tekintetben. Én nem hiszem azt, hogy... De miért hát, hogy egy csúcsminisztérium csúcsminisztere lesz? Hát olyan hatalmat kapott, ami nagyon sokszor egy államfőnek is alig van. Nyilván nagy hatalmat kapott, hát meg is nagy minisztérium. Láthattuk, hogy eddig sem működött. Hát tragédia azon a terület, hogy ez a humán erőforrás, én azt jobban szeretem, mint ezt az emberi erőforrás. Nekem ez nagyon nem tetszett ez a név, de nyilván ez jelenti. Más íze van talán. Az első gondolatom az ilyen nagyon negatív volt ebben az ügyben, de ez nyilván megint a mindenkori kormánynak a dolga. Éppen ez az a minisztérium, amelyiknek leginkább egyébként oda kellene figyelni az emberek mindennapi életére, hiszen olyan területek vannak benne, mint szociális ügy vagy oktatásügy. De nagyjából elmondhatjuk, hogy egyébként ezen a területen is hatalmas buktát mutatott be az elmúlt két évben a kormány. Az emberek nem élnek jobban, sőt, hát most akkor hagyj használjam a Fidesznek a mondatait, rosszabbul élünk, mint négy éve, ez egészen biztos. Az oktatási rendszer az nagyjából szétzúzásra került. Sokkal kevesebb az esélye ma már a szegényebb családból származó fiataloknak arra egyébként, hogy egyetemre, főiskolára kerüljenek. Azt lehet látni, hogy Magyarország jelentős része elszegényedik, van már most egy egyre nagyobb mély szegény réteg. De van pozitív dolog is, ezt szeretném mondani. Azzal, hogy most itt nagyjából a felénél vagyunk a kormányzásnak, és én ebben pozitív vagyok, már csak két év van hátra az Orbán kormányzásból 2014-ig. Tehát azért ez egy pozitív ki dolog. Ki fogja leváltani Orbán Viktort? Az ellenzéki összefogás fogja leváltani. Lesz olyan? Egészen biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen. Azért, mert muszáj, vagy azért, mert megtalálják tényleg a közös pontokat? Ugye az látszik, hogy valamilyen módon muszáj, másképp nem lesz erre igazi esély. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azokat a pontokat kell keresni, amik összekötnek bennünket. Szerintem nagyon sok ilyen ügy van a demokratikus ellenzék oldalán, ami összetud bennünket kötni. És nem csak az, hogy egyébként ezzel a rendszerrel szemben állunk, amit most Orbán Viktor és kormánya képvisel, hanem azért, mert hogy mi tényleg hiszünk a szabadságba. Hogy tegnap egy filmben láttam, hogy ne szegje szárnyát. Ez borzasztó fontos a szabadság, és az ahhoz kapcsolódó demokratikus alapjogok. És én azt gondolom, hogy ebben valamennyi demokratikus párt hisz. Abba, hogy egyébként több lehetőség kell, hogy legyen lent, és több felelősség fent. Ez ugye a DK-nak az egyik szlogenje, de ez nagyjából a többi pártnál is, demokratikus pártnál is megjelenik. És nézze, hát a jelenlegi kormánypártok olyan választási rendszert alakítottak ki, ami egyébként az összefogás irányába fogja tolni a demokratikus ellenzéki pártokat. Az előbb, de például a DK el tudja fogadni azt a helyzetet, hogyha adott pillanatban úgy alakul ki, hogy nem a DK fújja ebben az összefogásban a passzát szelet, hanem bárki legyen is az. A demokratikus koalíció az a párt, amik semmiféle előfeltételt nem támasztott az ellenzéki együttműködés megindításához, elkezdéséhez. Mi azt szeretnénk, hogy egyébként, mikor odaérünk 2014-be, akkor ez megvalósuljon, és le tudjuk váltani ezt a kormányt. Azon mosolyogok, hogy olvastam az interneten, hogy van egy közösség, amelyik Vadai Ágnes szeretné miniszterelnöknek. Tényleg? Nem találkozott még vele? Nem találkoztam. Az interneten többet. Mit szól hozzá? Én szerintem ebben az ügyben nem a személyek számítanak. Na de jó, persze, de közben mit szól hozzá? Nem gondolom, hogy... Nem reális? Nem lehet reális?
Azt gondolom, hogy 2014-ben az ellenzéki pártoknak olyan jelölttel kell indulni, és ez most mindegy, hogy kicsoda őszintén szóval ebből a közegből, akivel a legnagyobb esély van nyerni. Ha ez egy nő, akkor egy nővel, ha ez egy férfi, akkor egy férfival, ha ez egy 25 éves nő, akkor egy 25 éves nővel, ha ez egy 72 éves férfi, akkor egy 72 éves férfi. Nem ez a lényeg szerintem. Tehát, én sokkal inkább hiszek abban, hogy itt most közösségi érdek van, nem egyéni ambíciók, nem egyéni utak számítanak. Azt mondja, hogy az utolsó két év következik az Orbán és ez nagyon jó működéséből. Ezt tényként kezeli, közben pazarlás számláló honlapot indított a DK, mintha ez egy folyamat lenne, amiben benne vagyunk, és ő még folytatódik. Tehát sok illúziójuk nincsenek a következő két év, egy racionálisabb megoldásokat hozok két év lesz az önök szemszögéből nézve. Hát azért, hogyha tényleg visszatekintünk 2010-re, amikor a nagy takarékosság jegyébe indult el ez a kormány, és azóta is ez folyamatosan hangoztatja, már a születése sem volt ilyen. Elmondták, hogy ugye sokkal kisebb lesz az apparát. Kevesebb a miniszter. De azt sose tették hozzá, hogy egyébként több az államtitkár, és ez többe kerül, mint akár a bajnai kormányzat, akár a Gyurcsány hát kormány idején. Most Lázár János azért nem lett kancellária miniszter, hogy ne kelljen még két államtitkárt kinevezni, legalábbis ezt mondja. Igen, de például a hírek szerint ugye az egyházügyi államtitkár távozik, annak az okát majd egyszer érdemes lesz megnézni, hogy mi az oka, hogy távozik. Vannak információim róla, semmi köze sincs a politikához ilyen tekintetben, hanem miért hogy távozik. Erről nem szeretnék beszélni, mert hát nem megerősített az információ, de a hírek szerint ő például tanácsadó lesz. Tehát jön egy új államtitkár, és a százfalvi államtitkárról meg tanácsadóként fogja folytatni. Tamás is tanácsadó lesz. Fellegi Tamás is tanácsadóként fogja folytatni. De mi baj van az egyházügyi államtitkárról? Meséljem. Én szerintem meg kell őt hívni, és vele kell beszélni. Az, mint hozzáteszem, hogy nyilván az új egyházi törvény, ez nem volt egy sikeres törvény, ez teljesen nyilvánvaló, de az én forrásaim mást jelöltek meg annak okaként, hogy neki távozni. Na, ezt most magasra feldobtuk ezt a labdát, kíváncsi vagyok, hogy ki tudja először majd leütni. Úgy legyen. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm.